Remek hangulatú volt az Eto'o negyedik közönség találkozója, amelyről leginkább a két légiós gondoskodott. Rati Alexidze ma már vidáman mesélte, mennyire meglepődött, mikor az Alaegerszegnek lőtt gólja után egyszer csak feltűnt a kislánya és a nyakába ugrott. My heart little bit so. 5 seconds. 10 seconds, he told me that look around. A játékos azt mondta, igaz, hogy Pécsen nem játszott túl jól a csapat, de nagyon bízik abban, hogy a pápa ellen mindenki újra 100%-ot tud nyújtani, és meg fogjuk nyerni a mérkőzést. We have to win, and there is no other question, you know. We have to take 3 points. Nyernünk kell, nem kétséges, hogy meg kell szereznünk a 3 pontot, mondta Alexidze. Most nem számít más. Nagyon koncentrálunk, hiszen fontos összecsapás lesz, ha az első helyet akarjuk megcélozni, akkor győznünk kell. A szurkolók Nikola Trajkovicsot is megkérdezték arról, hogy mit gondol a bajnokság végeredményéről. Yes, of course. I hope we have potential. Azt hiszem, a csapatban megvan a lehetőség arra, hogy bajnokok legyünk. Remek a hangulat a klubban, a csapaton belül, az öltözőben, mondta Trajkovics. Kiváló játékosaink vannak, és bízom benne, hogy jobb csapat vagyunk, mint a Debrecen, és megvan az esélyünk arra, hogy az első helyet szerezzük meg. Mindez az első lépéseket már megtették a játékosok, hiszen a csapat 14 meccséből 10-et megnyert a szezonban. Ha sikerülne a pápa ellen is nyerni, akkor minden idők legjobb őszi eredményét produkálná az együttes, hiszen korábban még soha nem fordult elő, hogy a bajnokság felénél a megszerezhető pontok 75%-át begyűjtötték volna a zöld-fehérek.